Még zöldebb lesz Miskolc, újabb kerékpárutak épülnek a városban. A beruházásnak köszönhetően 4 új szakaszon összesen 9 kilométer kerékpárút lesz. Elkészül például a Miskolcot Máival összekötő szakasz, de Miskolc Tapolca és Kisgyőr között is kiépül egy erdei út. A beruházás több mint 1 milliárd forintból a terület és település fejlesztési operatív programban valósul meg. Az építkezés várhatóan november végére fejeződik be. Tavaly novemberben néhány napon belül több fejlesztés indult el egy időben Miskolcon. Új kerékpárút építése kezdődött el a Város és Felsőzsolca között, valamint Komlóstető és Mexikóvölgy között is. Ezek a fejlesztések idén május végére elkészülnek. A kerékpárút hálózat azonban tovább bővül. Ez egészen be fog érkezni itt a kereszteződésig. A Városházán az újabb szakaszok megvalósításának részleteit mutatta be a hivatal pályázati főosztály vezetője. Miklós Viktor elmondta, az egyik kerékpárút Máit és Miskolcot köti majd össze. Ez az út a bevásárló központtól az ipari park felé elágazik majd, illetve becsatlakozik a Pogáncs utcai kerékpárútba. Ezen túl Miskolc-Tapolca és Kisgyőr között egy erdei kerékpárutat építenek. Görömbölyről pedig a Miskolc-Tapolcai útba becsatlakozva a Helyőpatak mentén alakítanak ki egy szakaszt. Maga a projekt összköltsége a közbeszerzési eljárás lezárását követően, ami a mai nap folyamán történt meg, az összköltség az 1,1 milliárd forintra emelkedett, ebben a tervezést, a műszaki ellenőrzést, a hatósági eljárási díjakat is érteni kell, tehát ez nem vegy tisztán a kivitelezésnek a költsége, hanem a projekt összköltsége ennyi 1,1 milliárd, és ez teljes egészében a terület és településfejlesztési operatív program keretében valósul meg. A beruházás november végére várhatóan elkészül. Az összesen mintegy 9 kilométer új kerékpárútnak köszönhetően az aktív turizmus is egyre inkább középpontba kerül Miskolcon. Jól látjuk azt, hogy a kitörési pont számunkra az idegenforgalom turizmus. Ebben nagyot változott a világ, és egyre inkább keresett az aktív turizmus. Az aktív turizmus része a kerékpározás. Itt Révész Márius államtitkárról sokat beszéltünk arról, hogy egyrészt milyen turisztikai attrakciók lehetségesek, és mi szükséges ahhoz még, hogy itt a városon belüli kerékpárút hálózat teljes legyen, és valóban vonzó célpont legyünk. Ezen dolgozunk, hogy ez megvalósuljon. A polgármester hozzátette, a kerékpárút hálózat fejlesztése ezután sem áll meg. Már a Diósgyőrt Lilafüreddel összekötő kerékpárút engedélyes terve is elkészült.